Üdvözöllek benneteket! Aktuális videónkban a tizedes törtről lesz szó. Először is nézzük, mi is az a tizedes tört. Egy olyan tört, melynek a nevezője 10, 100, 1000, 10000 és így tovább. Miből áll egy ilyen tizedes tört? Íme láthatunk egy példát. Azt látjuk, hogy az első része, az lesz az egész rész. Valahol a számegyek között található egy tizedes vessző, és a tizedes vessző utáni rész, ez lesz a tört rész, vagy tizedes rész. Hogyan olvassuk le ezeket a tizedes törteket, vagy tizedes számokat? Hasonlóképpen, mint ahogy most a részeiről beszéltünk, a kiolvasásnál is ezekre a dolgokra kell odafigyelni. Vegyünk egy példát. Az aktuális számunkat hogyan olvassuk le? Először is vegyük tehát az egész részt, láthatjuk, hogy az egész rész 21.750. Figyeljünk arra, hogy az ezresek, jelen esetben a 21.000 azt egybeírjuk, kötőjel, és a további részt, a 750-et úgy szintén egybe. Elérkeztünk a tizedes vesszőhöz, ezt egyszerűen csak úgy olvassuk, hogy egész. Tehát 21.750 egész, és most érkeztünk el a tizedes részhez, vagy tört részhez, amelyben egyszerűen csak leolvassuk a számot, jelen esetben 1785, mivel ez 2000-től kevesebb, tehát egybeírjuk, és a negyedik rész, amiről az előtt nem volt még szó, a tört részben a darabok, jelen esetben az első számjegy határozza meg a tized részt, a második számjegy a század részt, a harmadik az ezred, a negyedik a tízezred, százezred, milliomod, és így tovább. Láthatjuk, hogy jelen esetünkben tehát tized, század, ezred, tízezredről van szó, ezt a szót még odaírjuk. Még egyszer, a jelenlegi számunk, ha leírjuk, 21.750 egész 1785 tízezred. Nézzünk még egy példát a számok olvasására. Az aktuális számunk, vegyük először az egész részt, az 19. A vessző helyett mondjuk, hogy egész. A tizedes rész, tehát a tört rész, az valójában 0,15, a nullát nem mondjuk, csak azt írjuk le, hogy 15, és számoljuk a darab részt. Első számjegy tized, második század, harmadik ezred, tehát azt kell még odaírni, hogy ezred. Még egyszer, 19 egész, 15 ezred. Miután megtanultuk kiolvasni a tizedes törteket, nézzük most, hogy hogyan írjuk le őket. Nézzük néhány feladatot rá. Írjuk le a következő tizedes törteket. 4,5 század. Ugyanúgy, mint amikor a kiolvasásnál, most is az egész résszel fogjuk kezdeni. 4 egész, leírjuk a 4-et, kitesszük a tizedes vesszőt. 5 század, mivel a század az két tizedesnyi helyet jelent, tanultuk, hogy tized és század, tehát a második helyre kerül, az ötös, és mivel nincs előtte semmi, a maradék rész, tehát a tizedeket nullával fogjuk kipótolni. Tehát 4,5 század, az 4,05, és ahogyan olvastuk, 4,5 század. Figyeljük a következő számot. 100,4 ezred. Az egész rész a 100, leírom a százat, kiteszem a tizedes vesszőt, azt nézem, hogy a tört rész miről szól, ezredekről, valójában tized, század, ezred, tehát tudom, hogy három tizedesnyi helyem lesz, és erre a számra, erre a három tizedes helyre kell a négyest, hogy leírjuk, mindig a legvégére kerül, és a maradék részeket nullával pótolom. Nézzük a következő számunkat, 25.000, 42 egész, és 5 tízezred. Az egész rész 25.042. Figyeljünk, 25.000, százasok nincsenek, tehát oda nulla kerül, 42. Tehát 25.042 egész, és most a tört rész tízezred. Tized, század, ezred, tízezred, oda kerül az ötös, tehát a negyedik tizedes helyre, a többi rész pedig nullával pótoljuk. És maradt még egy feladatunk, 113 egész, tehát írjuk a 113, majd a tizedes vessző, és most figyeljünk, 100 ezredről van szó,
ami azt jelenti, hogy tized, század, ezred, tízezred, százezred, tehát 5 tizedesnyi hely. Erre kell a 113-at, hogy leírjuk, hátulról töltjük be, tehát oda kerül a 113, és a maradék két helyre pedig nullát teszünk. Így írtuk le a 113,113 százezredet. Ismerkedjünk meg két egyszerű szabállyal még a tizedes törtekkel kapcsolatban. Hogyan lehet a tizedes törteket bővíteni? Nagyon egyszerűen, a tizedes szám tört részében a végére tetszőleges számon nullát odaírhatunk. Természetesen azt mindig a feladat fogja meghatározni. Tehát a 3,14 ugyanaz, mint a 3,1400. De még egyszer mondom, tetszőleges számon nullát odaírhatunk, akár egyet, akár tizet. Egy másik példa, a 205 ugyanaz, mint a 205,0000. Természetesen ilyen formában nem nagyon szoktuk használni, hiszen pont amikor nullák vannak egy tizedes törtnek a végén, általában egyszerűsíteni szoktuk, illetve elhagyjuk ezeket a nullákat. Tehát megismerkedünk most a tizedes tört egyszerűsítésével. Pontosan fordítva az előző szabálynak, a tizedes tört végéről szükség szerint a nullákat elhagyhatjuk. Tehát ha van egy ilyen számunk, hogy 15 egész, és azt látjuk, hogy 102 000, az utolsó három nullát nyugodtan elhagyhatjuk, és írhatjuk csak, hogy 15,102, tized, század, ezred, most már az új megfogalmazás. Úgy szintén a 2,00-át röviden csak kettővel írhatjuk. És a végén egy összehasonlítás, az 1,2-t írhatom úgy, mint 1,20, vagy mint 1,200, vagy mint 1,2000, vagy mint 1,20000, és folytathatnám a sort. Mindegyik számnak az értéke ugyanannyi, ami változás van, hogy a végén a nulláknak a száma más és más. Ennyi lett volna röviden a tizedes törtekről. Köszönöm a figyelmeteket!